Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban azt találtam ki, hogy mi lenne, ha nagyon leegyszerűsítve elmondanám a szilmarilok történését. Ugyanis biztos sokan vannak, akik nem olvasták el. Viszont ajánlom azoknak is, akik már elolvasták, mert jó memória frissítésnek. Ebben az első részben a világteremtésétől egészen a tündék kivonulásaig norból lesz szó. Remélem élvezni fogjátok. Kezdetben volt erú az egyetlen, akit a tündék Illuvatárnak neveznek. Ő a leghatalmasabb, aki minden föld Ő megteremtette az ajnukat, akik a nagy muzsikát formálták, amely a világ kezdetét jelentette. Erő láthatóba tette ezt az éneket, amely valójában Arda volt, egy világ. Sokan az ajnuk közül beleszerettek a szépségébe, és erő látván ezt életet adott a látomásnak, és elhelyezte az ürességben a titkos tüzet, és a világ szívének közepébe tette. Ennek a neve Éa lett. Az ajnuk, akik akartak, leszállhattak a világba, és elkezdték megteremteni azt. Földi alakot vettek fel, és később a tündék valáknak kezdték hívni őket. Valák, akik lejöttek, tizennégyen voltak, hét király és hét királynő. A királyok sorrendbe Manvi, Ulmó, Aule, Orome, Mandos, Lórien és Tulkász. Míg ott királynők Várda, Javanna, Nienna, Este, Vaire, Vána és Nessa. Valamint Melkor, akit már nem sorolnak közéjük, de hogy miért, arról majd később lesz elég szó. Manu és Melkor fivérek voltak. Manve volt a legkedvesebb runak. Ő értette legjobban erú céljait. Istene volt a felhőknek, a szélnek és a madaraknak. Felesége Várdá a csillagok úrnője, Ulmó, a vizek és a lovak ura. Aule, ura minden agyagnak és drágakőnek, amiből árdá épült. Kovás volt és tudója minden mesterségnek. Felesége javanna mindennek az úrnője, ami nő. Mándosz és Lórien, a szellemek urai. Mándosz, vagy igazi nevén Námó, a valák ítéletmondója és őrzője a holtak házának. Felesége Vairé pedig a szövő aki mindazt, ami valaha is létezett, beleszövi sok rétegű kelmébe, amelyek elborítják Mándosz idővel növekvő csarnokait. Míg Mándosz fivére Lórien, vagy igazi nevén Irmó, az álmok és a látomások ura. Míg neki a felesége Este, a sebek és a bánatok gyógyítója. Nienna, a bánat, remény és könyörület úrnője. Legerősebb és bátrabb közülük Tulkász, akit vitéznek is neveznek. Hitvese Nessa, Orome huga, és tánc és szarvasok kedvelője. Maga Orome pedig egy vadász, aki az emberek eljövet előtt, ardán pusztította a szörnyeket. Hitvese Vána, Javanna huga, pedig madarak és a növények úrnője. Ahol csak jár a lábanyomán előbújnak a virágok, és amerre jár, minden madár dalolni kezd. Ezek voltak tehát a valák. A valákkal más szellemek is jöttek akik szintúgy a világ kezdete előtt születtek. Ezek a maják a valák szolgái és segédei. Ilyen volt akár Éonve, Manvé zászlóhordozója és hírnöke, akit fegyverforgatásba senki sem múlt felül. Ám maja volt Sauron is, csak őt Melkor gonoszsága elcsábította. És végül, de nem utolsó sorban ott van Melkor, a hatalmas, akit a tündék Morkosznak hívnak. Így már ismerős, igaz? Vagyis a fekete ellenségnek. Eleinte a leghatalmasabb vala volt, még Mánvé erejét is túlszárnyalta. Azonban tudását gonosz célokra használta. Megkívánt Ardát, azonban miután rájött, hogy a fényt nem tudja uralni, alászállt a sötétségbe, és ezt használta fel minden gonosz munkájához. Sok maját és gonosz szellemet csápított el, mint például a már ismert Sauront, akit más néven kegyetlen Gorta úrnak ismernek. Ez lett volna Valakuenta, amelyik is magyarázó, hogy érthetőek legyenek az ezután következő események. És íme akkor kezdődjön a Quinta Silmarillion, vagyis a Silmarilok Históriája. A valák még formálták ordát, mikor melkor rossz útra tért. Áborút indított a valák ellen. Ekkor még nem nő, nőtt vagy járt semmi ordán. Nem is tudták melkort legyőzni, még meg nem jelent az előbb már említett túlkász, aki mikor megérkezett ordára, kacagása betöltötte azt. Az ő erejétől még Merkol is rettegett, és elhagyta Ardát, és belemenekült a szűrességbe, ahol a kinti sötétségbe bolyongott. Ezek után a balák helyrehozták a rendet, a tengereken, földeken és hegyeken. Javanna elültette magukat, és megkért Aulét, hogy két hatalmas lámpást kovácsoljon az Ardát körül ölelő tengerek közé, ugyanis ekkor még lapos volt a föld. Ezeket a lámpásokat két hatalmas oszlopra tették Arda északi és déli végébe. Ezeknek a neve Illuin és Ormál volt. Ezek bevilágították egész Ardát, és ekkor a magok, amiket Javanna vetett, kinőttek, és állatok jelentek meg. Minden jól ment, és Manvé úgy döntött, hogy ünnepséget rendez, Álmáren szigetén, amire minden vala elment kíséretével. Aule és Tulkász ekkora már nagyon fáradt volt, és elaludt. Ugyanis rájuk maradt a legtöbb munka. Melkor ezt megtudta a kémely révén, és úgy döntött, eljött az ő ideje, és seregével átkelt az éjszaka falain, és fent éjszakon erődítményt kezdett ásni, mélyen a föld alatt, ahová Illuin sugarai már nem nagyon értek el, és utumnó nevet adta neki. Melkor ekkora már olyan fekete volt, mint az üresség éjszakája, és gyűlöltes gonoszságának penésze kiáramlott, és lehervasztotta arda tavaszát. Növények fonnyadtak el, mocsarak keletkeztek, és az erdőkben nőttön nőtt a sötétség és félelem. Szörnyek lepték el ardát, és ekkor már a valák rájöttek, hogy Melkor visszatért, és keresni kezdték őt. Viszont Melkor bízott seregébe és erősségébe. Első csapásként lerombolta Illuint és Ormált és széttört a lámpákból, tűzárasztott el a földet. Az űrzavar közben Melkor épp hogy elmenekült, Manway és is túlkász elől. A valák erejüket arra kellett használják, hogy helyreállítsák Ardát, de mivel középföldén Álmeren széget elpusztult, ezért nyugatra mentek, Amandba, ahol megalapították Valinort, a legszebb és legtündöklőbb várost, amit Arda valaha látott. Itt Javanna elkezdett énekelni, Két facsemet nőtt ki a földből, amik szebbek voltak minden fánál, amelyet Arda valaha látott. Ezeket Valinor két fájának neveznek. Pontosabban az egyiket telperionnak, míg a másikat laurelinnek. Ezek sorban világítottak, és így kezdték el számolni a napokat, ahogy a fák világítottak, és elkezdődött az időszámlálása. Ekkor még senki se tudta. De illuvatárnak volt egy terve, hogy kiknek adja ezt a földet. Első szülöttjei és másod hívta őket. Ezek később a tünde és az ember nevet kapták. Az óra egyre közel lett, amikor Illuvatár első szülöttjei eljönnek. Olyan is Illuvatár először a tündéket teremtette meg. Ez ugyanis pár száz évvel később történt, és a valák egyre kevesebbet foglalkoztak közéföldével. inkább Valinorből Azonban Melkor a félem alakját felvete járt a középföldét, ahol csak Orome és Ulmó járt néha. Valamikor ekkor történt, hogy Aule át akarta adni a mesterségét és tudását másoknak. Nem bírta kivárni Illuvatár gyermekeit, ezért megformálta a törpök hét atyát. És mivel Merkor ereje még uralkodott a földön, Aule azt akarta, hogy gyermekei erősek és hajlíthatatlanok legyenek. Attól tartott, hogy a többi vala elítélni munkáját, ezért titokban munkálkodott középfölde hegyei alatt. Illuvatár először el akarta pusztítani a törpöket, mivel azt hitte nem lesz saját akaratuk. De a törpök könyörögni kezdtek kegyelemért, ezért megengedte Aulénak, hogy gyermekei után a törpök is felkelhessenek. Aule ezután a hét törpöt középfölte hegyei alatt álomba helyezte. Ezután hosszú korszakokon átéltek a valák áldott békességben. Melkor már megépítette éjszakon erősségét, és az általa megrontott gonosz lények szabadon jártak. Utumnóba gyűjtötte maga köré démonait és szellemeket. Fegyvertárat és erősséget épített a tenger északnyugati partján. Az erődítény parancsnok a Sauron volt, és a várat Angmannak hívták. A valák tanácsot hívtak össze, aminek nem lett sok eredménye, de a tanács után Várda megteremtette a csillagokat, és ekkor ébredtek fel az első szülöttek, vagyis a tündék. Kuiviennén tavánál ébredtek fel, ami valahol messze keleten volt. Sokáig ott is laktak, anélkül, hogy a valák tudnák. De Orome egyszer vadászat közben keletnek lovagolt, és akkor véletlenül rájuk találta, ahogy énekeltek. Orome elnevezte őket Eldáknak, a csillagok népének, bár később ezt a nevet csak azok használták, akik követték őt nyugatra a vezető úton. Azonban Melkor is tudomás szerzett róluk, és szellemeket küldött értük, akik elraboltak néhányat közülük, és sok kegyetlenséggel megrontotta őket. Belőlük lettek az orkok. A valák, hogy megvédjék a tündéket, háborút indítottak Melkor ellen. A háború gyors volt, és Tulkas egy pár bajba arccal földre terítette Melkort akit leláncoltak és fogságba ejtették. Azonban Ángmár és Udumnó tárnái mélyén még éltek gonosz lények, akik várták úruk visszajövetelét, és továbbra is középföldén maradtak. Ezután a valák Valinorba húztolták Melkort, és Mánvéd lábai előtt könyörgött, de kéréseit elutasították, és Mándosz börtönébe zárták. Ezután a valák tanácsot ültek, és úgy döntöttek, elhívják a koendeket azaz tündéket Valinorba. Három tünde urat hívtak el, hogy lássák Valinort, és győzzék meg a többieket, hogy jöjjenek ide. A tündék eleinte vonakodva fogadták a hívő parancsot, de Ingve, Finve és Elve, az előbb említett három tünde nemzetségének tagjai nagy része elindult Valinor felé. A legkisebb legelső sereg a vanyák voltak, akiket Ingve vezetett a tündék legnagyobb ura. Finve népét noldáknak, vagy bős tündéknek nevezték, és a legutolsókat elve népét, akik késlekedtek az úton, és örömüket a vízben lelték, telereknek hívják. Orome vezette őket, de még így is hosszú és lassú volt az útjuk. Egy lemve vezette kisereg ki is vált tőlük, és ők lettek a nandák. Végül a vanyák és a noldák eljutottak Beleriánba, és jóval később utánuk a telerek is, majd a keleti partra, Sirion folyó szép vidékére. Ekkor Ulmó a valák kérésére partjára ment, és szavai és kagylókort muzsikája az eldák félelmét vágyakozássá változtatta a tenger iránt. Miután meggyőzte őket Ulmósz, és segítségével egy szigetet vontatott oda, majd a vanyák és a noldák fölszálltak a szigetre, s annak a hátán hajóztak át a tengeren, és beléptek Valinorba. A telerek középföldén maradtak, és megválasztották királyuknak Olvét, elve Fivérét. Osse és Újnán eljött hozzájuk, és tanította őket, így végképp beleszerelmesedtek a tengerbe. Finve könyörögni kezdett Ulmónak, hogy hozza el a telereket, aki el is mentértük, de Osse néhányukat rábeszélte, hogy maradjon, ezek voltak a falasztündék akik később középföld első hajósai és hajóépítői voltak, és Círdán a hajóás volt az uruk. Valinorba a tündék virágoztak. Noldák magától Aulétól tanultak, és drágaköveket kezdtek kibányászni a hegyekből. Finme volt a királyuk, és három fia született. Fëanor, Fingolfin és Finarfin. Azonban Fëanor más anyától született, mint féltestvérei. Feanornak hét fia volt. Maedros, Kelegorm, Karantir, Kurufin, valamint Amrod és Amrasz. Fingolfinnak fia Fingon és Turgon volt, és lánya Fehér Árethél. Finárfinnak fiai Finrod, Orodret, Angrod és Aegnor. És ők mind nagy barátságban voltak Fingolfin fiaival, és egyetlen hú Galadriel, Finve házának legszebb virága. Ez volt a boldog birodalom, mikor Melkor láncra velve volt, és az eldák három nemzetsége végre összegyűlt. Ez idő alatt a noldák tudása és ügyessége nőtőn nőtt. Egyre jobb kovácsok lettek, feltalálták a betüket, és a Tirioni Rumil volt az a mester, aki elsőnként alkotott jeleket. De volt egy nolda, aki mindenki közül kiemelkedett ügyességével, Fénve a Feanor, akit a tűz szellemének is neveztek. Azonban amíg Feanor meg a nolda mesterek örömmel munkálkodtak, Melkor letöltötte láncra verettetése idejét, hiszen három hosszú koronát magába lakozott Mándusz börtönébe. Melkort újra tanács elé állították, és megesküdött, hogy segíteni fogja a valákat és egyre hozza hibáit. Mándve megbocsátott neki, de Melkor nem hagyhatta el Válmár, vagyis a főváros falait. Azonban mindenki meglepetésére Melkor tényleg segített a tündéknek, ezért megengedték, hogy szabadon járja az országot. Abban az időben készültek azok, amelyeket később a tündék legnagyobb műveként ismertek, mert immár tudása teljességét elért Fianornak új gondolata támadt, vagy talán előre megérzett valamit a közelgő végzetből, azon töpregett, hogyan őrizhetné meg elpusztítatlanul a Valinor két fájának fényét, a boldog birodalom dicsőségét. S akkor hosszas és titkos munkába kezdett, és összeszedte minden tudását, és minden erejét, és minden ügyességét, s végeztül elkészítette a szilmarilokat. Olyanok voltak, mint három ékkő, ám erősebbek, mint a gyémánt. Nem ronthatta meg, nem pusztíthatta el erőszak arda királyságán belül. A szilmarilok benső tüzét Volinor fájénak egymásba kevert fényéből alkotta, amely mindig bennük élt. Ezért aztán a szilmarilok a legsötétebb helyeken is tündököltek. A... Az ámán minden lakosa ámulattal és örömmel szemlélette Fejánor művét, és Varda megáldotta a szilmarilokat, hogy azon túl halandó hús tisztátalan kéz, vagy bármi gonosz ne érintesse őket anélkül, hogy megégne és elpusztulna. Smándosz megjósolta, Arda sorsa beléjük van zárva. Melkor azonban megkívánta a szilmarilokat, fényük puszta emléke és emésztő tűzként marta a szívét. Hazugságokat kezdett terjeszteni arról, hogy a valák el akarják venni Fianortól a szilmarilokat, és miután Fianor nem akar szövetkezni vele a valák ellen, Melkor lelepleződve el kellett meneküljön, délre viharfelhő formájában. Fianor addigra már büszke volt, és nem bízott a valákban. Melkor avatár sötét vidékére érkezett, hol találkozott Ungóliántal, a valahaért legnagyobb pókkal, és megnyerte a maga szolgálatára. Megígérte neki bármit megad, amit csak kíván. Ungólián pedig egy sötétségből szőtt hálót készített, amiben nem láthatták meg őket. Visszalopakodtak Ámánba, ahol épp ünnep volt. Elérték Valinor két fáját, s Melkor fekete láncsáját mindkét a szívéig döfte, és azok nedve akár a vér ömlött a földre. Ungólián pedig elszívta a fák összes nedvét, és mérget kendezett beléjük. A fák meghaltak. iborult Valinorra a sötétség, és akkor megkezdődött a hajsza, és a föld rengett oromes lovai alatt, de Ungólián felhőjéhez érve elvakultak és megzavarodtak. Tulkász pedig vesztve állt, hiába csapdosta a levegőt, és amikor a sötétség elosztott, már késő volt. Melkor elmenekült, és beteljesítette bosszúját. Annyi lett volna ez a videó, remélem tetszett. Na, sziasztok!